Hello, sziasztok! Szép napot nektek! Üdvözlünk titeket itt a csatornánkon. A mai videóban egy backpackkel, egy hátizsákkal fogunk foglalkozni. Egy Guess hátizsákkal. Az Answer-ről lett megrendelve. Ez az Answer, ez gondolom már, aki így az interneten szokott böngészni, azért ismeri, hasonló az About You-hoz. Egy ilyen rendelgetős weboldal, ruházati termékek, egyéb kiegészítők, azok, amiket el lehet érni ezen a weboldalon. Ez a Guess hátizsák most le volt akciózva, ugye mi szoktuk ezt az akciózást figyelgetni azért elég rendesen. Úgyhogy az egyik hölgytag a családunkból ezt a kis hátizsákot megrendelte és megvásárolta. Amúgy az Answer-ről egyszerű a rendelés, gyorsan megjött. Ez a hátizsák is egy egész jó akció keretében tudott így eljutni hozzánk. Ebben a szatyorszerű tartóba jött meg. Ez az Answer-nek most úgy látszik a csomagküldéshez használt ilyen tasakja vagy egyéb eszköze, amiben beleteszik a dolgokat. Amúgy megvédte a terméket, de kicsit jobban szeretem a kemény fedelű dolgokat, amiben nem sérülhet meg a termék. Láthatod rajta az Answer feliratot. Hello, it's so great to meet you. Milyen jó, hogy újra látunk, vagy találkozunk. Ebbe a tasakba jött meg, ez csak egy ilyen általános információ. Ez lenne az a kis Guess hátizsák. Ebbe a kis zacskóba benne volt még. Ugye ez mindenféleképpen jó, hogy ne sérüljön meg a kis termék. Itt láthatod a rögtön fel van címkézve neked, hogyha kíváncsi vagy rá, ugye, hogy mi van benne a zacskóba, a color az a stone, a group, a csoport, hát amiben tartozik az a Manhattan, ugye ez a típusa ennek a kis backpacknek, hogy Manhattan. Mindjárt ki fogom venni ebből a kis zacsiból, a hátulján mindenféle egyéb információt, kiboncolom itt. Közben még kiszedem erről a Guess márkáról egy pár dolgot, elmondok már, ami azért így mindenféleképpen érdekességként hathat. A Guess-t francia testvérek alapították, ahogy én tudom. Az egyik, aki vitte a boltot, az a George vagy George Marciano, úgy hívták a fickót, és első körben ők Franciaországban voltak, dolgoztak és csinálták a dolgokat ilyen divat termékek árusítása vagy készítése terén, ezt követően ugye Amerikába mentek, ahol Los Angelesbe voltak, majd Beverly Hillsbe, új volt, 80-as évek elején. Az érdekesség benne az, hogy ez a Guess név abból jött, elviekben ez a mendemonda, hogy a McDonald's akkoriban kiírta a plakátjaira, hogy Guess, what's the new Mac, tehát hogy talált ki, mi az új Mac-ünk, a hamburgerünk, és akkor ugye ez a Guess lett a neve, a talált ki ennek a márkának. Meg fogom mutatni ezt a kis hátizsákot így közelről. Hopp, még van itt egy ilyen kis fedő hátul, hogy ne sérüljön. Amúgy a képen olyan rózsaszínesnek látszik, így inkább olyan, hát nem is tudom, milyen színe van. Egy kicsit ilyen púderes színe van inkább. Ugye itt rögtön a központi eleme a táskának ez a Guess logó. A cipzárok végén ugyanúgy egy ilyen elég erősnek tűnő, elég stramnak tűnő ilyen Guess feliratot ábrázoló cipzár vég, ugye, amivel tudod húzni a cipzárt jobb, illetve bal irányba. Amúgy elég dizájnosnak tűnik. Más egyéb olyan különleges ismertetőjegye a táskának jelen pillanatban így kívülről nincs. A formája az lehet érdekes, ugye egy picit olyan lekerekítettek a részei, tehát nem az az általános kis backpack, amit mindenhol láthatsz. Anyagra, fogásra, tapintásra amúgy nagyon kellemes, így ahogy megfogom, tehát amúgy egész jó minőségi anyagból van, úgyhogy ez bőr táska, műbőr, hát műbőr táska. Én nekem így, vagy megfogom így bőrnek, nem tudom, mert bőrhatása van amúgy egész jó, tehát hogyha ez műbőr, akkor mindenféleképpen egész jól leutánozták, lekopiszták a bőrt, nagyon jó a tapintása neki még egyszer. Meg fogom nézni, mi van a belsejében, mert valamivel ki van béleve a kis táska. Cipzárja jól működik, a ilyen kis sejjenpapírba ágyazott egyéb papírelemek vannak benne szerintem. Ezen a sejjenpapíron is rajta van, hogy Guess. Így néz ki. Van benne egy kis porzsák, egy Guess feliratos porzsák, amiben magát a kis hátitatyót lehet tárolni, hogyha nem használod, hogy ne sérüljön, ez ilyen nagyobb méretű. Ezt ide kiteszem alá, ha már így kivettem.
rátesszük erre. Kiveszem a másik papírrészt is. Jó. Megnézzük, hogy milyen a táska belülről. A belső részén az anyagában hímzett Guess logók láthatóak. Belül van még egy Guess feliratos címke, QR kódos, eredetiséget igazoló egyéb címkék benne. Az anyag, gondolom az anyaga a táskának egyéb kezelhetőség és egyéb információ erről a termékről, amit bele kell rakni minden ilyen termékbe. Itt a másik oldalán láthatunk ilyen kis zsebeket, gondolom mobiltelefonnak, egyéb apróságoknak, ami jól jöhet. Ezen az oldalon cipzáros zseb van, hát itt gondolom egy pénztárcát vagy valami kisebb dolgot lehet itt beletenni, és azt lehet benne tárolni. Van még egy kisebb első zseb, ott is van benne bélés, ne essen össze a szállításnál. Amúgy ez mindenféleképpen pozitív, hogy nem törik össze a táska, tehát táska formában érkezik meg hozzá. Itt is látható benne a Guess logó, valamint itt elő van még egy kisebb zseb, és ott is ott van az anyagában hímzett Guess logó benne a belső részén. Ezek a kis selyempapíros dolgok, amik benne voltak, én ezt pozitívunként értékelem, tehát nem úgy küldték el a táskát, hogy összegyűrték, megtaposták, ráültek, vagy kétszer, és akkor majd bedobják valahova a szállításnál, aztán majd megérkezik neked körülbelül ilyen vizes rony formájában, hanem tényleg ki volt bélelve, benne volt két tasakba is, úgyhogy nem sérült meg a termék. Körülbelül ennyi, amit erről a kis gesztáskáról el tudok nektek így gyorsban mondani. Nem akarom nagyon szétszedegetni, hogy akit illet ez a táska, majd ő tudja szana szétszedni ezeket a kis díszeket, logókat levenni róla. A címkét még megmutatom már még egyszer hozzá, hogy mi a pontos terméknév, típuskód, tehát Color Stone, ugye a Manhattan a típus neve. Másik oldalon a Los Angeles, Guess Los Angeles felirat, valamint itt is van még az ára, ugye, valamint egyéb információ egy másik címkén. Körülbelül ennyi az, amit én nektek erről a táskáról be tudok mutatni. Remélem, ha hasonló táskát szeretnél, vagy néztél ilyen táskát, akkor többet tudtam mutatni annál, mint amit egy weboldalon képek formájában meg tudsz találni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, megnéztétek ezt a videót, jó vásárogatást nektek, jó videózást, sziasztok!